Szia, Tompa Éva vagyok a Hilvitától. Neked is állandóan viszket a fejbőröd? Itt az ideje, hogy véget vessenek. Mondom is a legjobb házi tippeket a viszketés enyhítésére. Az első szóda bikarbóna. Nem csak képes elpusztítani a korpásodást és a viszketést okozó baktériumokat, de a fejbőrt is felfrissíti. Keverjünk elhető pasztát vízből és szóda bikarbónából, kenjük be a fejbőrt olívaolajjal, majd az általunk készített szóda bikarbónás pasztával. Hagyjuk állni kb. 15 percig, majd mossuk le. A teafa olaj is nagyon-nagyon jó, az egyik legjobb szer a fejbőr viszketése. Antibakteriális, gombaellenes, gyulladáscsökkentő és nyugtató hatással rendelkezik. Fejbőr pakolás készíthető belőle, kb. 4 csepp teafa olajat keverjünk el valamilyen növényi olajban, például kókuszolaj is lehet. Ezt masszírozzuk be a fejbőrünkbe, majd 15 percig hagyjuk hatni, utána lemoshatjuk. Az almaeszet is nagyon szuperül működhet, gyulladáscsökkentő és nyugtató hatással bír, enyhíti az irritációt és a viszketést. Keverjük össze alma ecettet azonos mennyiségű vízzel, fújjuk be vele a fejbőrünket, néhány percig hagyjuk hatni, majd mossuk le, ismételjük meg hetente kétszer. Próbáld ki, lehet, hogy neked is be fog válni. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Köszönöm, hogy megnéztél, szia!